jól halad a rehabilitációja, viszont az már egészen biztos, hogy csak később fog visszatérni, miközben Malesteinlő gyermeket vár, úgyhogy ő egy ideig még nem fog majd visszatérni a Ferencváros keretéknek. Sikerült lehalászni, a Szucsánszki pedig már indítja Hársfalvit, ez így Zicser, 2-0. Állás szerint a tabellán a Ferencváros, de a Debrecennek már van két veresége, nekünk pedig csak egy, az egy óriás. Már gyorsan a túloldalon Kluiber, Malesztein, szép befejezés. Nem történt szabálytalanság, nem volt jó bejátszás Akbabának, ezzel pedig már Malesztein szágulthatásra, egyáltalán nem lebecsülendő ellenférről van szó. Újonc létére 11-edigi mérkőzés tudott betörni, de az már most egyértelműen játszik, az jó. Letett labda a szélre, van a már mint gólok számában Malesteinhez képest. Ez nem jött össze, az viszont egy nagyon szép letett labda. És már jöhet az ellentámadás. Ezeket továbbra is nagyon jól csinálják a mieink, és Kluiber Katrinnak is szerzett labdából, abból egyébként eddig nem volt olyan sok. Az becsorog, becsúszik, megszerzi az első gólját. Itt a válasz! Fogja. Gyakorlatilag lassan már-már klub ikonnak is nevezhető budaörsi oldalon. Az előző vendégen helyzetekből szereztek gólt a mieink, amikor sikerült gyorsan leindítani az ellenfelet, itt pedig így vártok meg tudta fogni. Zárkózhat kettőre a Budaörs, zárkózik is kettőre, zárkózik kettőre a Budaörs. Itt lehet a válasz, ott itt egy nagyon szép labdaszerzés volt közben Szőlősi Zácsiktól, és megint jön lendületből a lerohanás Malesteinre, megint nem figyel senki. Sikerült összeszedni még Szucsánszki, Kisfaludi, 7 méterre. Malesztein, az ítélet végrehajtó, és be is vágja. Van-e válasz? Van. Zsigmond. Volt az átadás, Bölk, Hársfalvi. Nagyon nagy szerszekeres fönragadt támadásban is Bölköt megállítják. Szucsánszki, jaj, de eleg. Föl is teszik a játékvezetők ismét a kezüket, ezt már el kell lőni. Gól. Erről az első találata a mérkőzésen. Ott a válasz. Először lehet a mérkőzésen 7 gólos. A különbség ott is van! Mondani valója az övéinek. Kilépegettek jó ütemben a falból a játékosaink. Na, kellett nekem mondani! Jovana Jovovic, az ítélet végrehajtó. És be. Bölk, le a szélre, Malesztein bemegy vele. Várt a különbség. Malesztein, 7 gólos a külsen, de a 26. volt, az pedig Janurik helyett a kapu. És megszert, 7-nél kisebb legyen a különbség. Eddig Jovovic, Horvát, beléptünk az első félidő utolsó percébe, az jó bejátszás. És Helm. Az előző értékesített hetes után bizalmat kap újra, és ezt is. Aki megpróbálta előni pattintottból. Bölk, az nagyon nagy labda, és Kovács Anett. Tulajdonképpen teljesen egyértelmű, hogy a Ferencváros a mérkőzés esélyese. Blinkó mellélő. Ez... És Bíró Blanka érkezik a kapuba. És Bíró Blanka majd. Mondhatjuk így, mert Tóth Melinda 11 évvel idősebb Hán Boglárkánál. És Kovácsnak már is megvan a második. Hajduk középről. És ez az, amiről elkezdtem beszélni, nincs is oka arra a budaörségnek, hogy feszültek legyenek. És Márton Gréta is megszerzi ezért. Az a már a mai napon sokat dicsért ferencvárosi fal. Tóth Nikolett. És ha már jó Kovács Anettnek. Ez viszont egy remek labda Tóth Nikolettől. A pénzügyőrtől érkezett kölcsönbe. Beugró játékosként Budaörse. Stabil ítélet végrehajtóként. És már lett számott támadásban, ahogy a szokványos a mai kézilabdában. A félidő elején még tartotta magát 5-6 gólon a Budaörs, aztán úgy néz ki, hogy most kezd el azért szépen lassan kijönni. És ő maga áll oda elvégezni a büntetőt, Bíró Blanka pedig érkezett védeni, de ezt sem tud. Ütem hiányzott, aztán Grbics megindul maga. Tóth Nikolett egy lövőcsel után, de szép megoldás. Most megy vissza a beálló helyére Grbics. Mlinkó lépett ki rá. Tóth végig húzza Kovács Anettig. Közel felét a
jobb szélről szerezte a Ferencváros ezen a mai mérkőzésen. Úgy néz ki, hogy az a budaörsiek legsebb. Itt beszéltem már a mai meccsen Márton Gréta. Középre Szőlősi Zácsik. És megint ott a labdaszerzés. Jöhet is a 13. Szőlősi Zácsikotról hozta vissza, úgyhogy marad a budaörsieknél a labda. Zsigmond az jó átját. Rutinos húzó embereknek. Bök, ide nagy gól! Kával a Kisverdben, Mosonmagyaróvárral, a Vasas a Siófokkal. Zácsik így megint támadhat a Ferencváros a 31. gólért. Tóth! Egyetlen pasztát fel lehet adni lövésre a szabaddobást. Ez meg is történik, ott a lövés, ez nagyon nagy gól, el kell ismer. A mai mérkőzésen hát nyugodtan mondhatjuk, hogy ő az egyik kulcsfigurája a mai Fradinak. Elég távol járatjuk a labdát a kaputól, aztán utána. Úgyhogy mondhatjuk, hogy továbbra is kiválóan működik a ferencvárosi védekezés, azzal be lehet menni. Megint kint járatják a mieinkből, közelőbb ebből lőtt egy nagy gólt, most Gribics megy be. Nem volt az jó betörés. Bíró Blanka érkezik. Megkísérelje hárítani. Támadnak kiegyenlítve a létszámot emberhátrányban. Gribics nagyon szép volt a lövőcsel, aztán utána már is ott találta magát nagy helyzetben. Itt a vár... De megvárták, hogy budaörsi vagy ferencvárosi játékoshoz kerül-e. Ezt is gyakorolhatja legalább a Ferencváros a mai mérkőzésen. Gribics takarás gólja ezen a mai mérkőzésen. Bölknek viszont... Az szép megoldás. Csiszár Szekeres és Ballai Bent középült Gribics. Most lemegy a bal szélre, megcsinálta a helyet. Jovovicsa a szemben. Azt azért én azt hiszem, hogy teljesítette a budaörs. Az közés utolsó gólját Jovovicsa. Így van, mert az egy kap.